Szép napot! Itt az asztrológus Szatmári Nóra vagyok. 2024 áprilisában elérkezik egy ismételt hónapváltás a kínai asztrológiában, azaz a Yangfa sárkány évében elindul a sárkány hónapja. Úgyhogy a sárkány energiái, amit ugye szerencsésnek, misztikusnak és sokszor felemelőnek tartunk, duplázódik. Egy mindent egybevetve nagyon érdekes, különleges, felemelő és misztikus hónap áll előttünk. Emellett ajánlom, hogy hallgass meg a nyugati asztrológiai előrejelzésemet is, hiszen a két asztrológiai ág, bár eltérő gyökerű, most roppant sok átfedést tartalmaz, és mindkét asztrológiai irányzat remek periódust ígér számunkra. Április 4-én kezdődik a Yang Föld Sárkány hava, délelőtt 9 óra után 4 perccel, és a földenergia segíti a racionális gondolkodást, a két lábbal földön állást, a józan gondolatokat, és bár alkalmanként nehezen fogunk kimozdulni a berögzött elképzeléseinkből, de talán ez itt most nem is annyira nagy baj. Ez az a pillanat, amikor tényleg el kell kezdeni valamit, bele kell vágni a fejszénket egy merőben új dologba, feszegetni kell a határainkat, akkor is, ha a környezetünkből valaki épp be akarná szűkíteni a lehetőségeinket. Bármi történjék, ez egy felemelő időszak lesz, de nem kell kapkodni. Ha pedig éppen úgy alakul, rendben van az is, ha megvárjuk, mi történik, és annak megfelelően formáljuk át az aktuális elképzeléseinket és céljainkat. Én úgy gondolom, hogy most nem ciki kitartani az eredeti elképzeléseink mellett, és az sem gáz, ha magunkra maradunk valamely tervünkkel, és egyedül kell azt megvalósítani, akár vér és verejték árán. Fontosnak tartom azt, hogy érdemes önállónak lenni, sőt, akár kialakíthatunk magunknak valamiféle autonómiát. Az önállóságra való igény szerintem mindenkiben megvan, bár más kérdés az, hogy ki meri leverni, levenni a kezéről a bilincseit. Ki mer változtatni az életén, és ki az, aki vár a sült galambra. Aki itt és most április havában bátor és mer, az nagyot léphet előre. Sőt, még akár annál is nagyobbat, mint amit ebben a pillanatban gondolni merészel. Ezen hónap talán legfőbb üzenete mindannyiunk számára az, hogy a tetteinknek következményeik vannak. Igaz ez arra is, ha cselekszünk, és legfőképp arra is, ha nem cselekszünk. Hiszen azt már meg kellett, hogy tanuljuk az elmúlt években, hogy a nem cselekvés, a nem döntés ugyanolyan döntés, mint amikor kimerjük bátran mondani, hogy mit akarunk változtatni és módosítani. Itt és most senkinek nem kell a szívéhez kapva riadozni és óriási kihívásokra gondolni. Szerintem kifejezetten pozitív események várhatók ebben a hónapban, természetesen mindenkinek a maga szintjén, a bátor döntéseknek pedig kellemes utóhatásai lesznek. Persze, történhetnek hátráltató, kellemetlen dolgok is, de ezekből okulni kell, és nem belesüppedni a keserűségbe, a depresszióba, vagy a semmittevésbe. Jöjjön a jegyek elemzése. Patkány. Április havába lépve a kínai állatöv patkány jegyű embereinek valószínűleg különféle akadályokkal kell szembenézniük, munka, a mindennapos karrier, szakmai előmenetel, vagy éppen a vállalkozásuk terén. Néha a patkányok úgy érezhetik, mintha egy valamiféle átkelőnél állnának, de valahogy nem érkezik meg a zöld lámpa. Mindig piros, vagy mindig villog, és nem mernek elindulni. De ez lehet egy olyan válaszút, vagy akár egymást követő több válaszút, amikor fogalmuk sincs a patkányoknak majd arról, hogy melyik irány a helyes, merre menjenek, vagy akár kitől kérjenek segítséget a döntéshez. Ebben az időben nagyon fontos, hogy legyél türelmes önmagaddal, és igenis merjél külső segítséget kérni olyan emberektől, akik az adott témában, amik téged érintenek, kellő professzionalizmussal és tapasztalattal rendelkeznek, és hidd el, hogyha mersz segítséget kérni, akkor a végső döntés meghozatalában nagyon-nagyon sok megfelelő iránymutatást fogsz kapni. Nagyon fontos, hogy a most
kialakuló különféle emberi kapcsolatait terén nagyon alaposan vizsgáld meg a másik felet. Legyen ez szó akár üzletről, szomszédról, egy barátságról, vagy éppen egy szerelemről, ugyanis nagyon nagy a rizikója annak, hogy sok-sok megismert emberből azért beérkezik egy-kettő olyan, aki nem feltétlenül tisztességes szándékkal közeledik a patkány felé. Ha tágra nyitott szemekkel közlekedsz, akkor senki nem fog tudni egyébként csőbe húzni téged. Anyagiak terén szintén egy ilyen nagyon vegyes, nagyon olyan megkérdőjelezhető időszak lesz ez az áprilisi hónap. Inkább azt javasolnám, hogy bátran ülj a meglévő pénzeden, vagyonodon, anyagi, bármilyen típusú materiális javaidon, ne mozgass túl sokat a pénzedet, és ne költs olyan dolgokra, amikről teljesen nyilvánvalóan tudod, hogy nem sok hasznot hoznak számodra. Ha viszont nagyon ügyesen figyelsz, akkor megláthatod azt, hogy a későbbiekben mibe érdemes fektetni, és elkezdhetsz gyűjtögetni, elkezdhetsz tervezni okosan, előrelátó módon, tényleg egy tematikus tervet fölépíteni, és akkor a most meghozott döntések a későbbiekben nagyon jó befektetéseket, nagyon jó megtérüléseket hozhatnak számodra anyagi téren. Ami jó hír lehet viszont, hogy azok, akik már elkötelezett párkapcsolatban élnek, az életük valószínűleg mindent egybevetve harmóniát mutat, akik viszont keresik az igazit, itt a sárkány hónapjában nagyon-nagyon nagy eséllyel találkozhatnak valaki olyannal, aki elrabolhatja a szívüket. Szerencsés napod április 13-a, és mind múlik a szerencséd, leginkább azon, hogy mennyire támaszkodsz a belső már meglévő bölcsességedre, a megszerzett tapasztalataidra. Ne hagyd, hogy a világ bármilyen formában megingasson a terveidben, legyenek rövid és hosszú távú terveid, lehet bolondozni, és hidd el nekem, hogy áprilisban nem fogsz lemaradni semmiről, úgyhogy nyugodtan fordulj egy kicsit befelé, meditálj, jógázz, csendesedj el, ezek most itt ebben a periódusban nagyon hasznosak minden patkány számára. Én kívánok neked egy remek időszakot, ha pedig további kérdéseid vannak, bátran keresd meg a +3670-311-6125-ös számon asztrológiai vagy éppen egy taró elemzéssel kapcsolatban. Bivaj! Április havában nem csak egyszer, hanem akár egymást követően többször is előfordulhat az, hogy a bivajok nem tudják olyan gyorsan, olyan lendületesen és olyan tempóban befejezni a különféle feladataikat, mint ahogy azt eltervezték, és ahogy azt önmaguktól várják. Ettől függetlenül is azt mondom, hogy felesleges a kapkodás. Itt tényleg abszolút hiába sietsz, hiába rohansz, próbálsz nagyobb sebességre kapcsolni. Nem fogsz vele eredményt elérni. Az egyetlen dolog, amivel jó eredményt tudsz elérni, az az, hogy lecsendesedsz, nyugton maradsz, és inkább aprólékosabban és picit lassabban, tehát tudatosan lassabban végzed el a különféle munkáidat, feladataidat, de mindent lépésről lépésre csinálj meg. Mert ha valamit kihagysz, akkor hidd el, hogy az lesz, hogy vissza kell menned az elejére, és újra kell kezdeni. Tehát inkább lassan járj, de akkor abszolút tovább fogsz tudni érni. Ha sietsz, hibázni fogsz, és az egyszerűen ronthat a helyzeteden, szerintem erre nincsen szükséged. Ha valamilyen formában munkaterén, üzletterén gondolkodsz valamilyen váltásban, akkor feltétlenül nagyobb hangsúlyt kell fektetned a hírnevedre, segíts másoknak, mutasd meg egy új oldaladat, mutasd meg a kreatívabb, alkotóbb oldaladat, mert ez tudja majd lehetővé tenni azt, hogy hosszú távon fejlődhess, és hosszú távon tervezzenek veled a többiek, legyen az főnök, legyen az üzletfél. Úgyhogy ahelyett, hogy túlzottan arra figyelnél, hogy itt és most milyen hasznot tudsz megszerezni magadnak, én azt javaslom, hogy feltétlenül inkább a hosszú távú haszon lehetőségével számolj és tervezz, mert az tényleg sokkal jobban megtérül, mint a rövid távú befektetéseid. Ha szingli vagy, akkor nagyon jó az esély arra, hogy valamilyen olyan társaságba keveredsz bele, ahol találkozhatsz valakivel. Úgyhogy mondj igent mindenféle társasági eseményre, minden olyan élethelyzetre, ahol akár idegenek között kell forgolódnod, mert most bármi megtörténhet. Akik elkötelezettségben élnek,
azoknak nem a párjukra kell most figyelniük, hanem adott esetben a kapcsolat tartalmára, minőségére, tehát hogy mindkét fél egyaránt jól érezze magát a történetben. Ha pedig van, vagy vannak gyermekeitek, akkor a gyermekeknek a jólétére, és itt most nem anyagi jólétről beszélek, hanem inkább fizikai, egészség és szellemi jólétére érdemes időt és energiát szánni ebben a hónapban. A szerencsenapod április 20-a, és azt gondolom, hogy tényleg szó szerint megcsinálhatod a szerencsédet, és megtörheted azt a sorozatot, ahol olyan sokszor mondtad ki az elmúlt időszakban, hogy hát én valahogy az Istennek sem vagyok szerencsés. Nos, most áprilisban lehetsz. Ami nagyon fontos, hogy mindig tudd azt, hogy hol vagy, mit csinálsz, ki vagy te, és ne hagyd, hogy bárki megmérgezze a gondolataidat és a terveidet, bárki belekotyogjon abba, hogy neked mit és hogyan kell csinálni. Harcolj, ha kell, akkor harcolj egyedül a terveidért, mert képes, hogy megállni a helyedet, és ez itt a te legnagyobb szerencséd. Én azt mondom, hogy a kozmikus erők nagyon-nagyon szépen fognak támogatni téged áprilisban, és ezt kérlek, használd is ki. Ha pedig most fölmerült benned egy csomó kérdés, akkor bátran keresd meg a +36 73 11 61 25-ös számon, asztrológiai vagy akár egy taró elemzéssel kapcsolatban. Tigris, én azt gondolom, hogy április hava kifejezetten szerencsés hónap a tigris jegyűek számára. Minden tud simán menni, gördülékenyen menni, már-már gyanúsan jól alakulnak a dolgok. Ne tekints ferde szemmel a jó helyzetedre, hanem élvezd azt, hogy igen, az a munka, amit eddig megcsináltál, azok a feladatok, amiket elvégeztél az elmúlt időszakban, végre szépen megtérülnek. Ha olyan helyen dolgozol, ahol van módodban előléptetésre, akkor érdemes fölkészülni arra, hogy ez most bekövetkezhet. Ha munkát, állást változtatnál, itt a lehetőség, tedd meg a szükséges lépéseket. Aki vállalkozó, nagyon-nagyon jó eséllyel ki tud teljesedni egy kicsit másképp, mint ahogy eddig próbáltad. Mindenképpen ragad magadhoz a lehetőségeket, sok-sok lehetőség mutatkozik arra, hogy minden rendben lesz. És ha már munka, ha egyébként például munkanélküli vagy, de keresgélsz, és keresed, de eddig nem nagyon találtad, akkor hidd el, hogy most meg fog nyílni előtted az a kapu, aminek a kilincsét, igen, eddig még nem nyomtad le, de most lenyomod, és ki is nyílik előtted a nagy lehetőség. Gazdálkodj ügyesen a pénzeddel, az anyagi javaiddal. Ha vannak olyan típusú terveid, hogy befektetés, hosszú távú megtérülési lehetőséggel, akkor megtalálod azokat a folyamatokat, ahol nagyon jól tudsz működni. Ha most gyarapodsz, és van ilyen mázlid, és szerintem tigrisként lesz is, jó eséllyel olyan helyről is jöhet bevétel, amivel különösebben nem kalkulálsz, mert nem is gondolnád, hogy ilyen formában is hozzájuthatsz bármilyen többlethez. Azonban mindenkinek, tehát bárki, bármilyen típusú anyagi helyzetben legyen a tigrisek körül, azt javaslom, hogy ne költekezz, kifejezetten tartsd meg a meglévő pénzedet, legyen az kevés vagy sok, mert hosszabb távon hidd el, hogy a most megsporolt pénzek nagyon szépen fognak kamatozni a későbbiekben. Ugyanis, ha most költekezel, olyasmire is költhetsz, amire igazából nem feltétlenül van szükséged. Jó az esély arra, hogy egyedülállóként párral elj, főleg a 20. és 30. közti napokban. Valószínűleg többen fognak mozogni most körülötted, mint amit eddig megszoktál, és lehet, hogy belekerülhetsz olyan szituációba, hogy választanod kell két-három lehetőség közül, de egyszerűen csak hallgass az ösztöneidre, és megfelelő irányba tudsz menni akkor, amikor a döntést meghozod. Akik már hosszabb távon elkötelezett kapcsolatban élnek, nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű időt töltsetek a partneretekkel, ez pedig segíthet a harmonikus családi légkör, akár kialakításában, akár fenntartásában. Ha tigrisként ingatlan ügyleted van, vagy van valamilyen függőben lévő, ingatlannal összefüggő dolgod, rendeznivalód, kérlek erre is fordíts figyelmet. Mert rendezni kell minden ügyet, jól tudod rendezni, megtalálod a megfelelő válaszokat a feltett kérdéseidre, vagy megtalálod azokat a forrásokat, ami által az ingatlan ügyedet tudod rendezni. Szerencsenapod április 24-e lesz,
és azt mondom, hogy ne félj semmitől, járj sokat a világba, nézelődj, tágra nyílt szemekkel, és hegyezd a füleidet, mert hallhatsz olyasmit, ami kifejezetten csak bizonyos helyeken, bizonyos emberektől hangozhat el, és aki figyel, az hozzájuthat tigrisként nagyon-nagyon-nagyon fontos és lényeges információkhoz. Legyél erős és magabiztos, ha kell, kér segítséget, nem ciki segítséget kérni. Ha valaki pedig szórakozik veled, piszkálódik, vagy éppen beszólogat, egyetlen egy dolgot tegyél meg, maradj csöndbe, lépj hátra kettőt, mert az az ő problémája, hogy baja van veled, nem pedig a tied. Ha pedig van egy csomó kérdésed, amire még szeretnél választ kapni, akkor bátran keresd meg a +36 73 11 61 25-ös számon, akár asztrológiai, akár egy taló elemzésért. Nyúl. A nyulak esetében az előző hónap, azaz a márciusi időszak kifejezetten kedvező és felemelő volt, azonban a mostani sárkány hónap annyira nem feltétlenül lesz tökéletes, vagy éppen hibátlan. Maradjunk annyiban, hogy próbálj meg mindent csendben, békésen, adott esetben picit lassabban elvégezni, így valószínűleg a lehető legkevesebb zökkenővel és gödörrel kell számolnod, bár így is fogod azt tapasztalni, hogy a különféle feladataid során olyan helyeken akadsz el, ahol egyébként máskor sosem szoktál, de ilyenkor állj meg, hagyj egy pici időt arra, hogy átgondolt, hogy mi miért történt, tényleg mi volt ennek az egésznek, az adott problémának a kiinduló pontja, és ha kellően figyelmes, így pedig gondos vagy, akkor legvégül nagyon szépen meg tudod oldani a feladataidat, és nagyon-nagyon szépen ki tudsz teljesedni. Igen, előfordulhat az is, hogy lesz olyan feladat, aminek kétszer vagy éppen háromszor kell nekifutni, de hidd el, hogy ez sem lesz véletlen, és ha úgymond van, nem leszel rest, és azt mondod, hogy egyefele megcsinálom, még egyszer, mert hogy tökéletes munkát akarsz végezni, hidd el, hogy a legvégén elégedett leszel azzal, ahová eljutottál. Anyagiak szempontjából április hava nem feltétlenül lesz kiemelkedő, vagy nem feltétlenül lesz túlfelemelő, tehát túlontúl sok többletbevételre vagy extra bevételre most kérlek ne számítsatok, de nincs itt ezzel semmi gond, nem kell mindig profitra törekedni, nem kell mindig hajtani még többet, hogy még nagyobb és még szebb legyen. Oda térek vissza, hogy a nyugalom, a csend, egy normális békés kerékvágásban való előre törekvés pontosan meghozza azokat az eredményeket, amikre vágyakozol, csak nem feltétlenül anyagi szempontból. Tehát sokkal nagyobb az esélyed arra, hogy mondjuk öregbedjen a hírneved, vagy elismerjék azokat a feladatokat, amiket megcsinálsz, hogy hú, de jól csináltad meg. Nem biztos, hogy ez egy anyagi jellegű elismerés lesz. És még az anyagiakkal kapcsolatban annyit hadd mondjak, hogy igen, ez az a hónap, amikor lehetnek váratlan kiadásaid, olyan típusú kiadások, amikor kettőt nyelni kell, és azon kell gondolkodni, hogy miért így, és miért most, és miért ennyit bukok valamin, de higgyétek, hogy a későbbiekben ezt is meg fogjátok érteni, hogy mi és miért történt, mert hogy mindennek oka van. Ha valamilyen nyomást érzel kapcsolati, párkapcsolati téren, akkor egyetlen egy dolgot nem engedhetsz meg magadnak, hogy elveszítsd a türelmedet, legyen szó akár első randiról, vagy már egy hosszabb ideje meglévő kapcsolatodról. Tehát bármi történjék, bármi legyen a vita tárgya, vagy a félreértés tárgya, te mindig maradj toleráns, és mutasd meg, hogy micsoda emberi nagyság van benned. Egészség terén különösen egy kicsit az idősebb nyulacskákat érheti olyan kellemetlenség, ami miatt lehet, hogy orvoshoz kell menni, kisebb betegségek, vagy kisebb balesetek érhetik őket, úgyhogy bármilyen olyan típusú problémát észleltek, hogy valami nem jó, nyom, szúr, taszít, akkor azt ne egy legyintéssel próbáljátok lerendezni, hogy holnap majd biztos elmúlik, hanem a megfelelő helyen a megfelelő szakmai segítséget kérni a probléma oldása érdekében. Szerencsenapod április 27-e. Eldöntheted, hogy ha valamiben szerencsés leszel, azt megtartod magadnak,
vagy megosztod másokkal. A megosztás most sokkal előremutatóbb, úgyhogy bátran mondd ki azt, hogy igen, itt van ez a szerencsés helyzet, ez a felemelő környezeti tényező, adok belőle másoknak is, és hidd el, hogy lehet, hogy ez lesz a te szerencséd, hogy örülsz annak, hogy mások is örülnek neked, és együtt tudtok örülni valaminek. Ez önmagában egyébként tök jól hangzik. Na, én a legjobbakat kívánom április havára, és ha maradt még benned egy csomó kérdés, akkor bátran keresd meg a +36 73 11 61 25-ös számon, akár egy asztrológiai, akár egy taró elemzésért. Sárkány. Sárkány év, sárkány hónap, a sárkány jegyűek előrejelzése. Hát szerintem ez brutálisan jól hangzik. Úgyhogy alapvetően annak ellenére, hogy azt gondolná az ember, hogy egy sárkány-sárkány-sárkány kombó valamilyen nagyon felemelő, fantasztikus és hiper-szuper lesz, inkább úgy fogalmaznék, hogy egy számodra nagyon kedvező, mindent egybevetve, kicsit csendesebb, békésebb hónap vár rád, és kevésbé valószínű, hogy nagy akadályok, nagy kudarcok, nagy problémák terheljék a mindennapjaidat és a lelkedet. De ha jön is valamilyen nyűg mégiscsak, egyetlen egy dolgot nem tehetsz meg, nem folytathatsz struccpolitikát, hanem bármi történjék, bármit kelljen azonnal megoldani, az rögtön és már is reakciót igényel, tehát nem patópálkodhatsz el, semmit nem mondhatod, hogy majd holnap vagy jövő héten megoldod. Mindig és folyamatosan higgadtnak kell lenned, ne essél pánikba, bármi történjék, elemezd ki a helyzetedet, mielőtt cselekvésre szánod el magadat. Miért? Mert ha kellően kielemzed, hogy mi történik veled, rá fogsz jönni, hogy ez nem is olyan rossz. Sőt, ebből lehet a végén valamilyen nyereséget remélni. Ebben a hónapban egyébként nagyon valószínű, hogy néhány dolgot nem tudsz befejezni, néhány dolognak nem érsz a végére, viszont az, amit megcsinálsz, az zseniálisan meg tudod csinálni. Tehát inkább azt javaslom, hogy mérlegelj, és azokkal a dolgokkal foglalkozz, amikről tudod, hogy fontosak, sürgősek, tényleg azonnali feladatmegoldást kívánnak. Mindemellett nagyon fontos, hogy anyagiak terén ne költekezz feleslegesen, és próbáld kicsit átgondolni az anyagi helyzetedet, mert ez egy olyan időszak, amikor hosszú távra tudsz tervezni, és megérteted azt, hogy mennyi a bevételem, mennyi a kiadásom, hogyan tudok stratégiai tartalékot képezni, és hidd el, hogyha ügyes vagy, és ügyesen szemléled a saját helyzetedet, akkor csökkentheted a felesleges kiadások számát. Egyedülállóként legyél nyitott, keresd a kapcsolat lehetőségét, viszont azt javaslom, hogy bátran újulj meg egy kicsit kívülről. Legyél egy picit más, hordjál más színeket, más formákat, más stílust öltsél, és valaki fölfigyelhet rád, akivel esetleg már régebb óta kapcsolatban vagy, csak még sosem sikerült azt a bizonyos szikrát kipattintani kettőtök között. Ugyanez igaz egyébként a kapcsolatban élőkre, hogy érdemes belevinni a kapcsolatotokba valamilyen kis lendületet, egy kis energiát, egy kis színt, egy kis tartalmat, és az esetleges nyomást, feszülést, ami kettőtök között van, nagyon könnyedén lehet így oldani. A szerencsenapod április 30-a. Szerintem a szerencsédet az alapozhatja meg, hogyha a szanasz éjjel lévő puzzle darabkákat végre most összesöpröd, egy kupacba halmozod, és elkezded szépen a helyükre rakni. És ezzel láthatod azt, hogy hol vagy te, ki vagy te, és rá kell arra jönnöd, hogy az idő ebben a pillanatban, itt április havában nem feltétlenül kedvez a merőben új kezdeteknek, a nagy vállalkozásoknak, a költözésnek, de a szerencsédet itt tudod megalapozni azzal, hogy végre rálátsz arra, hogy miben nem jársz jó úton, melyik út nem kedvező számodra, és ha ügyesen szelektálsz, és kipakolod az életedből a teljesen felesleges dolgokat, akkor májusra készen állsz tulajdonképpen üzembe helyezni az új gépezetedet, és tök jó időszak áll előtted. Szóval április legyen egy békés, csendes, előkészítő időszaka annak, hogy utána jöhet a nagy fordulópont. Vannak kérdéseid? Bátran keresd meg a +36 73 11 61 25-ös számon, akár egy asztrológiai, akár egy taró elemzésért. Kígyó. 2024 áprilisában a kígyók nem feltétlenül lesznek a helyzet magaslatán, jöhetnek bizony hullámvölgyek, és nem mindig fogjátok tudni azt, hogy
egyáltalán hol vagytok, és mi okozza a problémát, akár bennetek, akár körülöttetek. Munka, szakmai előmenetel, vagy éppen vállalkozás terén fura konfliktusok alakulhatnak ki közted és a munkatársak, üzleti partnerek között, amit tulajdonképpen nem lesz könnyű orvosolni, mert egyértelműen az igazadat akarod bizonygatni, és tudod mit? Nem az a kérdés, hogy igazad van-e, hanem az a kérdés, hogy kell-e neked a vita, kell-e neked bármit bizonygatni, vagy célszerűbb lehet-e az, hogy legyintesz egy nagyot, ráhagyod a másikra, hagyod, hogy egy pici idő elteljen, és utána úgyis az a bizonyos igazság magától is megmutatkozik. Szerintem ez egy járható út mindenféle munkával összefüggő kérdésben. Úgyhogy próbáld megkerülni a konfliktusokat, akkor is, hogyha egy konfliktus kellős közepén találod magadat. Én mindig tartom magam ahhoz, hogy nem ciki a nyúlcipőt fölvenni és elszaladni, ha éppen arról van szó. Vagyoni, anyagi, materiális javak terén. Elég hektikus időszak ez a hónap. Lesz olyan pillanat, amikor kicsit többet költek ezzel a kelleténél, úgyhogy muszáj lesz csökkenteni a kiadásaidat. Óvatosan kell bánni a költségekkel, de hidd el, hogy meg tudsz birkózni ezzel a kihívással, és amikor csinálsz egy alapos költségvetést, megnézed, hogy mi van a bevételi, kiadási oldalon, és mi marad, ha marad egyáltalán, miért marad annyi? Miért csak annyi marad? Hidd el nekem, hogy az alaposság nagyon messzire tud vinni, és nagyon másképp tudod látni a helyzetedet, és ettől függetlenül azt mondom, hogy igen, növelheted az anyagi bevételeidet a későbbi hónapokban, ha most ügyesen átnézed azt, hogy mit, hol, mikor kell módosítani ahhoz, hogy a későbbiekben tényleg az egy megtérülő folyamattá váljon. Ha most csábít valaki arra, hogy legyél valamilyen befektetés része, mindegy, hogy az milyen típusú befektetés, kérlek, ahogy azt érzed, hogy túl csábító az ajánlat, túl nagy mohóság kezd kialakulni benned, hiszen annyira nagyon szép az, amit elmondott a másik az adott történetről, nagyon-nagyon vigyázz, mert pénzügyi problémákat okozhat az, ha olyan helyre teszed most a pénzedet, ahonnan vagy nem tudod kivenni, nem tudod időben kivenni, vagy kiderül, hogy túl nagy a kockázat. Tehát most április havában a túlzó kockázatokkal együtt járó befektetési folyamatokat légy szíves, nagyon-nagyon messzire kerüld el. Aki régebb óta küzd valamilyen betegséggel, akár krónikus betegséggel, például magas vérnyomás, cukorbetegség, akkor nagyon-nagyon érdemes odafigyelni a megfelelő, egészséges életmódra, legyen az nyilván számotokra bármilyen folyamat, és rendszeresen figyeljetek arra, hogy hogy vagytok, miért vagytok adott esetben éppen nem túl jól, és ha szükséges, akkor igenis tessék orvosi segítséget kérni, mert április az egészségeteket egy picikét megingathatja. Szerelmek, szívügyek szempontjából nem ajánlom azt, hogy úgy rohanjon bele bárki szingliként, párkeresőként egy új kapcsolatba, hogy meg se nézte, hogy ki a másik, igaz-e az, amit állít, valósak-e azok a dolgok, amiket lát, vagy csak a rózsaszín köd vezérli, mert könnyen lehet zsákutcába futni. A házasságban vagy hosszabb távú kapcsolatban élők esetében most megnő annak az esélye, hogy megcsalás legyen a kapcsolatban, hogy bekerüljön egy harmadik fél ebbe a történetbe. Én rátok bízom a döntést, ez már nem az én szabad akaratom. Bánjatok óvatosan ezzel a típusú helyzettel. Áprilisi szerencsenapod harmadika, és tudod, mi lehet még nagyon szerencsés számodra? Ha olyan emberek társaságát keresed tudatosan, akik tényleg szeretnek, akik tisztelnek, akik törődnek veled. Ha az előzőekkel teljesen ellentétes típusú emberek társaságát keresed, akkor könnyen zsákutcába futhatsz, és csalódás érhet. Legyél a hűség, az őszinteség, a kedvesség, a törődés bajnoka, mert ha te így nyilvánulsz meg másokkal szemben, akkor megfigyelheted, hogy milyen sokan adnak hasonló érzéseket és energiákat vissza neked. Ha vannak mérgező kapcsolataid, azokat ideje most végérvényesen lezárni. A kérdés csak az, hogy lesz-e ehhez kellő bátorságod. Ha ezzel kapcsolatban
felmerült benned egy csomó kérdés, bátran keresd meg a plusz 3670-311-6125-ös számon asztrológiai vagy taró elemzésért. Ló! 2024 áprilisában szerintem nagyon jó esély van arra, hogy tényleg szerencsésnek mondhasd magadat. Részben karrier, munka vagy saját vállalkozás terén is nagyon jók az esélyeid, hogy valami pozitív változás történjen. De benne van a pakliban az is, hogy anyagilag valamilyen formában gyarapodj, valamilyen formában tényleg egyfajta anyagi szerencse érjen. Nem lótöltősről és nem munkanélkül megszerezhető hatalmas vagyonokról beszélek, hanem a lehetőségről magáról, hogy jön egy lehetőség, és ha kihasználod, akkor nagyon-nagyon jól jársz vele. Karrier terén mindenképpen azt mondom, hogy találkozhatsz olyan lehetőségekkel, többel is, és ha nem kap el a lustaság, vagy a magadba merülés vágya, hanem azt mondod, hogy oké, most beleállok, dupla annyit vagyok hajlandó dolgozni, akár túlórák, hétvégék és sok-sok áldozat hozatal árán, akkor az olyan szinten tud megtérülni, ami még talán téged is meglep a hónap végére. Mindenképpen legyél figyelmes, mindenképpen szó szerint kapva kapj az alkalmon, ami érkezik. Ezáltal nem csak a hírneved növekedhet, nem csak tapasztalatokat szerezhetsz, nem csak fejlődhetsz valamilyen formában, hanem bizony a bevételeid is nőhetnek. Ebből egyenes arányosan következik az, hogy ha nem növeled a kiadásaidat, akkor stratégiai tartalékot tudsz építeni, és valamilyen formában nagyon-nagyon elégedett leszel azzal, amit majd a hónap végén látsz. Előfordulhat ebben a sárkány hónap időszakban, hogy a lovakról valamilyen furcsa pletykák, mendemondák kezdenek el keringeni. Ugye ez elkerülhetetlen, de amit tudsz ezért tenni, az az, hogy nem kezdesz el hevesen és hangosan tiltakozni ezek ellen, hanem csendes munkával, szorgalmas odaadással egyszerűen megmutatod a cselekedeteid által, hogy a bármiféle állítások, amik rólad keringenek, baromira nem igazak. Legyél okos, legyél nagyon furfangos, és akkor minden ilyen problémát hihetetlen jól ki tudsz küszöbölni. Ha párkapcsolatban élsz jó ideje, akkor időszerű lesz egy nagy beszélgetést megejteni, és eldönteni, hogy hogyan tovább. Együtt, külön, ha együtt, miért együtt, és hogyan tudunk módosítani a különféle körülményeken, ha viszont külön, akkor ezt a döntést tényleg érdemes most meghozni, mert akkor nagyon gyorsan tovább is tudsz lépni. Az egészségedre még nagyon-nagyon oda kell figyelni. Én azt gondolom, hogy nem arról van szó, hogy nagy baj érhet, hanem sok kisebb, kellemetlen behatásnak leszel kitéve, és ezt ugye, ha időben lereagálod, akkor semmi nem tud elkezdeni tobzódni a testedben. Szerencsenapod április 7-e, és hadd mondjam azt, hogy abban lehetsz egyébként nagyon szerencsés, hogy bármiben belekezdesz, azt meg tudod csinálni, bármit teszel, abban most tényleg sikeres tudsz lenni. Nem kell, hogy hangosan harsogd, hogy te miket csináltál, anélkül is fogja a környezeted látni azt, hogy igen, ez egy jó srác, ez egy nagyon okos nő, mindegy, hogy ugye milyen nemű vagy, teszi a dolgát, eredményt ér el. Úgyhogy felejtsd el az esetleges szorongásodat mindenféle értelemben. Ha kell, akkor meditálj, hogy old magadban ezeket az érzéseket, és nyugtasd meg nyugodtan a lelkedet, mert jól dolgozol. És április meg is fogja mutatni, hogy tényleg jól dolgozol. De ha további kétségeid vannak, akkor bátran keresd meg akár egy asztrológiai, akár egy taró konzultációját a plusz 3670-311-6125-ös számon. Kecske. A kecskék szerencséje kissé forgandó lesz 2024 áprilisában, messze nem lesz annyira gördülékeny, vagy épp könnyed az egyszerű hétköznapok sokasága, mint márciusban, vagy azt megelőzően volt. Hiába a sárkány hónapja, ami alapvetően azért jó energiákat hoz, neked lehetnek fennakadások, de legfőképpen azért, mert az érkező lehetőségekre kétkedve reagálsz, na, ezt kell átgondolnod, hogy vajon. Oké, itt egy új lehetőség, élsz-e vele?
Vagy bedugod a fejedet a homokba, struc politikát folytatsz, és inkább nem mersz foglalkozni azzal, hogy lehetne más, lehetne jobb, vagy éppen lehetne több munkából, anyagiakból, barátokból, lehetőségekből, önfejlesztésből, bármiből. Például anyagiak szempontjából biztos, hogy lesznek alkalmanként olyan kisebb kiadásaid, amikkel nem számoltál. Szerencsére nem gondolom, hogy ezek különösebben a mélybe taszítanának és ellehetetlenítenék azt, hogy hosszú távra tudj tervezni, vagy hogy fel kell élni a stratégiai tartalékodat, de az biztos, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelned a kiadásaidra, mert tényleg jöhetnek váratlan helyzetek. Viszont karrier terén pontosan az fog következni, amit már a bevezetőben elmondtam. Jön jó lehetőség, lehet, hogy felkínálnak valamit, de lehet, hogy egyszerűen csak te magad vagy jó helyen, jó időben, és hallasz valamiről, és megteheted azt, hogy hátat fordítasz a lehetőségnek, eliszkolsz, vagy azt mondod, hogy oké, itt van a lehetőség, tulajdonképpen valami ilyesmire vártál jó ideje, beleállsz és csinálod. Mindegy, hogy alkalmazott vagy, mindegy, hogy épp munkát keresel, vagy éppen vállalkozó vagy, vagy most alapítanál például egy vállalkozást, maga a státusz teljesen mindegy, mert valamilyen formában az a lényeg, hogy jön a lehetőség, élj vele. Az sem baj, hogyha a lehetőséggel abban a formában élsz, hogy igent mondasz rá, lassan, tudatosan fölkészülsz a változásra, de nem kell kapkodni, nem kell sietni. Az is jó, ha majd csak májusban vagy júniusban indul el maga a folyamat aktív és lendületes része, de az, hogy kimondani egy igent, vagy lerakni valaminek az alapkövét, azt érdemes most áprilisra időzíteni. Jó esélyed van arra is, hogy szerelemben valamilyen pozitív irányú változás történjen. Megint csak úgy fogalmaznék, hogyha keresed az igazit, vagy még csak egy-két randin vagy túl, nagyon jó az esély annak, hogy elmélyülj egy kapcsolatba, olyanba, amire vágyakozol. Ami eddig csak a fantáziádban létezett, az most áttevődhet a való világba. Ha pedig régebb óta jössz kapcsolatban, akkor is mindenképpen azt javaslom, hogy vigyél bele egy kicsi tartalmat, egy kicsi lendületet, valami töbletet, amitől még jobban tudod magadat érezni, és tulajdonképpen nem csak te, hanem a másik fél is. Április hava nagyon jó lehetőséget kínál a tanulásra, az okulásra, a tapasztalatszerzésre, tanulhatsz a munkahelyeden, beiratkozhatsz egy iskolába, valamilyen formában mindenképpen fokozatosan fejleszd a lehetőségeidet, a tudásodat, a kompetenciáidat, mert minden, ami tanulás szempontjából most áprilisban aktív, és tudásként magadba szívsz, az jobb munkateljesítményt, jobb feladatvégzési lehetőségeket kínál a későbbiekben, azaz szépen lassan tudsz előrébb lépni, vagy több pénzt keresni, vagy egyszerűen sikeresebb, gyorsabb leszel, amikor egy-egy feladatot megoldasz. Ha alkalmazott vagy, akkor érdemes akár mellékállásra vagy részmunkaidőre is gondolnod, mert nagyon jó lehetőségeid vannak arra, hogy egy a megszokottól eltérő folyamatban, helyen, körülmények között többletpénzhez juss, ami akár arányaiban jobb is lehet annál, mint ami egyébként a fix bevételedet hozza. Érdemes befektetésekben gondolkodnod, legyen az kicsi vagy nagy, viszont a kifejezetten magas kockázatú befektetéseket kérlek kerüld el. Bízz abban, hogy elég a kicsi, legyen tényleg az a mottót, hogy a sok kicsi sokra megy, de a túl nagy kockázatú dolgok túlságosan nagy veszteséggel is együtt járhatnak. Akárhonnan néztem, neked két szerencsenapod is lesz, szerintem április 15 az egyik, és 18 a másik. Ami szerintem szerencsével kapcsolatban neked most a legfontosabb lehet, az az, hogyha kár érte a hírnevedet, becsmérelt valaki mostanában, esetleg pletykák terjedtek rólad, akkor szó szerint tisztára tudod mosni magadat, és meg tudod mutatni, hogy szó sincs arról, hogy bárki kételkedjen benned, hogy oka lenne bárkinek feltételezni azt, hogy valami nincs rendben veled, úgyhogy legyél bátor, mutasd meg a rejtett tartalékaidat. Ha pedig ennél is több információt szeretnél tudni a jövődről, bátran keresd meg a plusz 3673 1161 25-ös számon, akár egy asztrológiai, akár egy taró elemzésért. Majom, a majmok szerencséje bizonyos szempontból megkérdőjeleződik, ugyanis, mint munkában, anyagiakban, emberi kapcsolatokban
nagyon sok kérdőjel bújik elő a semmiből. Nagyon sokszor fogod azt érezni, hogy bízhatok ebben az illetőben? Szabad ezt az ajánlatot elfogadni? Szabad elkölteni a pénzemet erre vagy arra? Nagyon sok kérdésed lesz, és a kérdések nem azért érkeznek, mert nincs helyük, hanem pontosan azért, hogy elkezdj azon filozofálni, hogy a megfelelő emberekkel vetted-e körül magad, a megfelelő helyen dolgozol-e, a megfelelő családban vagy-e, a megfelelő barátokkal vagy-e, vagy éppen van-e elég pénzed. Nagyon komoly és jó lehetőségek sokasága kezd el fölgyűlni körülötted. A kérdés inkább az, lesz-e kellő bátorságod ahhoz, hogy változtass és módosíts. Április hava a majmok számára alapvetően nem túl jó kilátásokkal kecsegtető folyamat, pontosan azért, mert a félsz, a merészség és a bátorság hiánya okozza azt, hogy falakat építesz magad köré, hogy kételkedsz magadban, a környezetedben, pedig pontosan ez az, amit fölül kéne írni, és azt kellene mondani, hogy nem érdekel, hogy milyen érzések vannak belül, a tudatosságomat helyezem előtérbe, és a tudatosságom alapján megyek előre, és hozok meg bizonyos döntéseket, és ha kell, falakat rombolok le, ha kell, gátakat rombolok le, ha kell, gödröket ugrok át. Bajba akkor kerülsz, hogyha struczpolitikát folytatsz, és azt mondod, hogy nem érdekel semmi, csak múljon el ez az időszak, mert hogy túl sok a bizonytalanság. Sikert akkor tudsz elérni, ha nem folytatsz struczpolitikát, és a kívülről érkező nyomásnak ellenállsz. Hidd el nekem, az a legjobb, amit tehetsz, hogyha ebben az időszakban nem a félelmet és a kétségeket engeded szabadon, hanem azt mondod, hogy te igenis kemény vagy, mint a beton, téged lehet ütni, vágni, akkor is mindent túlélsz, mindent túlvészelsz, és hajthatatlanul mész előre a céljaid felé. Igen, április havában nem biztos, hogy egyébként eléred az összes vágyott célt, lehet, hogy egyet sem, de nagyon hosszú utat meg tudsz tenni, és májusban pedig már csak az kell megvárnod, hogy oké, hol van a pad, ahova le tudsz ülni, és ahova házhoz jön már a kész eredmény, amiért dolgoztál áprilisban. Anyagiak terén nagyon fontos, hogy ne költekezz, és legfőképpen ne adj kölcsön se pénzt, se semmilyen materiális javakat. Tehát ne adod az autódat, ne adod a laptopodat, semmit ne adj kölcsön, mert nem biztos, hogy visszakapod, vagy ha visszakapod, nem biztos, hogy abban az állapotban, ahogy odaadtad. Április 18-a lesz a szerencserapod, és azt javaslom, hogy folyamatosan legyen nálad papír és toll, folyamatosan jegyzeteld az ötleteidet, még a szürreális dolgokat is, és ha ezt megteszed, akár minden nap, akkor észre fogod venni, hogy micsoda minta alakul ki, és micsoda ismétlődések vannak az életedbe. És ha ezeket az ismétlődéseket meg tudod akadályozni, és ezeket az ismétlődéseket tényleg ki tudod legalább nagy részt írtani az életedből, akkor alapvetően a szerencsédet alapozod meg. És a legszerencsésebb majmocskák most találhatják meg életük párját. Én ehhez nagyon sok sikert kívánok. Ha maradtak még kérdéseid, akkor bátran keresd meg a +36 73 11 61 25-ös számon, akár asztrológiai, akár egy taró elemzésért. Kakas. Nos, ha valakinek tényleg jó hónapja lesz a sárkány havában, az a kakas. Úgyhogy figyelj az előrejelzésre, és ügyesen, bátran tedd a dolgodat. Alapvetően egy kifejezetten szerencsés periódus vár rád, akár szerelemben, egészségben is tapasztalhatod, hogy vagy semmi bajod nem esik, ha pedig akár szerelmi téren volt kudarcod mostanság, vagy az egészséged volt némi ingásban az elmúlt időszakban, akkor tuti, hogy jelentős javulásokat, látványos javulásokat fogsz látni, tapasztalni, érezni. A szingli kakasok szerintem kiemelkedően szerencsés periódust élhetnek meg, azon túl, hogy biztos, hogy lesz több udvarló is körülöttetek. Hát, szerintem a nagy szerelem is megérkezhet, úgyhogy bátran vágjatok bele a legkülönfélébb és legizgalmasabb, legvadabb kalandokba, mert otthon ez nem adatik meg, házon kívül viszont egészen bizonyosan igen. Az is egészen nyilvánvaló, hogy a társasági élet, a különféle rendezvények,
csapatmunka, összefogás, másokkal való valamilyen közös feladatteljesítés nagyon sok új baráti, de akár üzletbeli kapcsolatot is eredményezhet, úgyhogy óriási az esély arra, hogy valamilyen formában emberi kapcsolatok terén gyarapodj, és fogod is látni azt, hogy úristen, ez egy mekkora haszon, hiszen az anyagi gyarapodás egy dolog, vagy a tanulás az egy dolog, de jó emberi kapcsolatokkal rendelkezni szerintem az egyik legkülönlegesebb dolog, ami létezhet az ember életében. Ha olyan kakas vagy, aki régebb óta él tartós kapcsolatban, és azt érzed, hogy egy picit úgy már hiányzott a szenvedély, vagy megbomlott mostanság a harmónia köztetek, akkor itt ez a hónap az, amikor ezen tudsz javítani, amikor érzelmet, szenvedélyt, lendületet és odaadást tudsz beletenni a kapcsolatba, és az is egészen bizonyos, hogy a másik fél a vártaknak megfelelően fog reagálni. Szerintem április havában egyébként jó az esély arra, hogy különféle meglepetések érjenek. Lehet ez akár munka, vagy anyagiak, vagy bármilyen emberi kapcsolat terén, de még arra is befizetek, hogy esetleg, ha van függőben lévő ingatlan ügyed, nem szigorúan csak adásvétel, bármilyen típusú rendezni valód, akkor arra jön valami nagyon jó lehetőség, valami nagyon jó ajánlat, vagy egy jó ötlet, ami egyébként valamilyen formában közelebb visz a célhoz, és tulajdonképpen a megoldást is felkínál a számodra. A szerencsenapod áprilisban 19-ére esik. Bármit teszel ezen a napon, bármit építs, bármit formálj, az a szó legnemesebb értelmében áldott lesz. Ahogy említettem, az emberi kapcsolatok építése legyen fókuszba, nagyon sokat profitálhatsz ezekből. Ha pedig még többet profitálnál, és rengeteg fennmaradt kérdésed van, akkor bátran keresd meg a +3670-311-6125-ös számon, akár egy asztrológiai, akár egy taró elemzésért. Kutya. A kutyák számára április hava meglehetősen hektikus lehet. Karrier, munka, vagyon, pénzügyek terén napról napra változik a helyzet, néha fogalma sincs, hogy mi történik körülötted, miért történnek bizonyos dolgok, miért kell kifizetned valamire valamilyen pénzösszeget, vagy miért kötött beléd egy kollégád, vagy miért mondtak le egy szerződést, szóval nagyon-nagyon kiszámíthatatlan ez a hónap, de tudd azt kérlek, hogy semmi nem történik véletlenül. Ezek a változások azért esnek meg itt és most veled a sárkány hónapjában, mert arra kapsz felhívást, hogy változtass, hogy módosíts, és hogyha számodra kényelmetlen a jelenlegi helyzeted bármilyen formában munkával kapcsolatban, akkor mostantól ezt másképp kell csinálnod. Ha kell, válts munkahelyet, ha kell, fogadd el nyugodtan azt, hogy egy vállalkozásodban az üzleti partner lemond egy szerződést, majd jön egy másik. Ha éppen állást keresel, akkor kérlek fogadd el azt, hogy nagyon másképp, nagyon más szisztémával, vagy nagyon mást kell keresned. És ezek nagyon szépen megtérülnek, ha odafigyelsz ezekre a körülményekre. Anyagiak terén a kiadásaidra nagyon-nagyon oda kell figyelni, bánj óvatosan azzal, hogy mire adsz ki pénzt, mennyi pénzt adsz ki, kölcsön ne adj senkinek. Ha ügyes vagy, akkor tudod tartani azt a szintet, amin eddig voltál, a gyarapodás most kevésbé valószínű. Ami viszont mindenképpen jó hír, hogy egészségi téren jelentősen tudsz javulni, hogyha valamilyen akár rövidebb ideig, akár tartósabb problémád volt az elmúlt időszakban, mert most olyan típusú segítségeket, ötleteket, javaslatokat kaphatsz, amik eddig valahogy nem kerültek porondra, és segíthetnek tényleg abban, hogy egyszer csak így csicsat, elmúljon a probléma, és legalább lásd végre az alagút végén a fényt. Igen, a sárkány hónapban azért adódnak kihívások, főleg munkaterén, munkafronton, de az a jó hír, hogyha figyelsz, akkor új emberekkel ismerkedhetsz meg, akik nagyon-nagyon sokat segíthetnek abban, hogy kéne kiaknáznod a lehetőségeidet. Ugye ezért is mondtam azt, hogy érdemes lenne váltani, változtatni, új megrendelőket szerezni, úgyhogy ne félj attól, és ne jegy meg attól, hogy jelentős nyomás lesz ezen a területen rajtad, mert ha figyelsz, és ügyes vagy, és okos vagy, és jól taktikázol, akkor ugye a befektetett időd és energiát többszörösen meg fog térülni. Ami még nagyon fontos, hogy pénzügyek terén, ha van gyermeked, akkor az ő oktatására biztos, hogy valamilyen formában több pénz fog elmenni, vagy igényli azt, hogy fektess be a jövőjébe, vegyél neki egy új hangszert, új tankönyveket,
vagy fizest ki a nyelvtanfolyamát. Szóval, ha ilyen típusú igények merülnek fel a gyermek részéről, természetesen a lehetőségeidhez mérten ne mondj az ilyen típusú igényre nemet, hiszen a gyermeket fejlődése sok szempontból mindennél előrébb való. A legfontosabb, hogy maradj minden esetben racionális és hozz józan döntéseket, semmit nem kell elkapkodni. Április 21-e a te szerencsenapod, és azt mondom, hogy élheted úgy az életedet, ahogy szeretnéd. Mondjuk nem lenne baj, ha egy-két rossz szokásoddal, berögzöttségeddel felszámolnál. A növekedés és ebből fakadóan legfőképpen a tanulás az, ami hosszú távon tényleg szerencsét hozhat az életedbe, és a tanulás nagyon sokféleképpen hozzájárulhat ahhoz, hogy a későbbiekben, abból akár anyagilag, erkölcsileg, hírnévben egy megtérülést kapj vissza. Úgyhogy tanulj, 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 fejlesz, építsd az emberi kapcsolatokat, de mindeközben nem kell kapkodni, hidd el, hogy mindennek eljön a maga ideje. Ha maradtak még benned kérdések, bátran keresd meg a +36 70 3 11 61 25-ös számon, akár egy taró, akár egy asztrológiai elemzésért. Disznó, azaz a malackák. Hát lesz ebben a sárkány hónapban némi hektikusság. Van olyan, amikor ki kell adnod pénzt, pedig nem akarod. Aztán valahogy úgy alakul az élet, hogy vissza is jön ez a pénz, csak teljesen más irányból. A karriereddel kapcsolatban nagyon-nagyon sok kérdés fog felmerülni. Lehet, hogy lesz némi összezördülésed kollégával, főnökkel, üzleti partnerrel, vagy szeretnél végre elindítani egy vállalkozást, de annyira nehézkesen, annyira döcögősen megy. De hidd el, hogy azért megy lassan, hogy minden lépést alaposan tényleg jól és tudatosan végigjárjál, és ennek megfelelően a legjobbat hozd ki a pillanatnyi lehetőségeidből. Vedd észre az apró részleteket, amik zajlódnak körülötted munkafronton, karrierfronton, szakmai előmenetel terén, vállalkozásodban, mert ha figyelsz a részletekre, akkor pont a részletekből tudod leszűrni a lényeget, és azt fogod észrevenni, hogy aha, az aktuális terveidnek nagyobb előkészítésre van szükségük. Tényleg komolyan kell venni a részleteket, tényleg komolyan kell venni a jó tanácsokat, az ötleteket, a javaslatokat, és tartózkodnod kell a vak cselekedetektől. Tehát úgy nem lehet menni, hogy be van hunyva a szemed, vagy még be is kötöd egy sállal, és amolyan mész előre, és majd lesz valahogyan, valamikor, valami. Nagyon nagy tudatossággal, kellő felkészültséggel viszont minden lépést nagyon jól meg tudsz tenni, viszont az is teljesen bizonyos, hogy a túlzott kockázattal együtt járó spekulatív jellegű befektetések nem javasoltak. Emellett pedig kifejezetten azt kérem tőled, hogy ne terhel túl a fizikai testedet, mert ha ezt megteszed, akkor jóval hamarabb el fog fogyni az energiád, amit erre a hónapra tartalékoltál magadnak. A legvégső soron adott esetben pár napra ágynak dőlhetsz, különféle kényelmetlenségeid alakulhatnak ki, úgyhogy a pihenés és a lazulás megfelelő arányban a munka mellett mindenképpen fontos tényezője legyen ennek a hónapnak. A szeretet is egy fontos lételem, a türelem is egy fontos lételem, úgyhogy ezeket is olvasd be a mindennapjaidba. Ami nagyon fontos még, hogyha olyan típusú hosszú távú elköteleződésre szeretnél rábólintani ebben a hónapban, mint például esküvő, ingatlan adás, vétel, hosszú távú hitel felvétele, akkor ezeket azért nagyon alaposan járt körbe, és csak akkor vállald most be, ha tényleg teljesen biztos vagy abban, hogy a legkisebb a kockázat, és a legnagyobb a megnyerhető nyereség, és a legjobb eredményt tudod elérni ezekkel a felvállalásokkal. Én azt mondom, hogy mégiscsak egy malac vagy, aki igenis képes hosszú távra tervezni, okosan taktikázni, és ez legyen így áprilisban is. Kiemelkedően jó napod, mondhatjuk azt, hogy szerencsenapod április 18-a. Ez a nap, és az ezt körbeölelő napok nem kiemelkedően nagy szerencsére, hanem kifejezetten jó ötletek megvalósítására, önkiteljesedésre, egy-két finom, kellemes meglepetésre adnak lehetőséget. A lényeg, hogy kedved szerint formálhatod ezt a hónapot. Ha pedig van egy csomó kérdésed, amire nem kaptál választ, bátran keresd meg a +36 70 3 11 61 25-ös számon. Neked és mindenkinek remek beszabott áprilisi sárkány hónap időszakot kívánok!